Sok szeretettel köszöntöm ismét a délutáni szekción a 10. jubileumi létkérdés konferencián résztvevőket. Ugye a délelőtti előadások során sok elméleti tudnivalót megtudtunk a témánkkal kapcsolatban, és most az lenne a cél, hogy gyakorlati egyéni megvalósításokat is halljunk erről a témáról, hiszen gyakran találkozunk azzal a pesszimista attitűddel, hogy az egyén túl kicsi ahhoz, hogy bármilyen befolyással legyen a világ történéseinek alakulására. Azonban a most következő előadók arra sarkalnak bennünket, hogy mi magunk is példaként szolgálhatunk mások, például családtagjaink, barátaink, szomszédaink vagy tágabb környezetünk számára. A nyitott hozzáállás, tanulás és együttműködés révén képesek lehetünk arra, hogy megváltoztassuk a világot, és hogy elkerüljük azt a bizonyos előrevetített ökológiai katasztrófát. Olyan előadókat hallhat a publikum, akik személyes példájukkal és az általuk létrehozott és működtetett kezdeményezésekkel bizonyítják a környezettudatos életmód, a fenntarthatóság és ezek gyakorlati hasznát, és hogy ez is egy járható út. Nem valami megvalósíthatatlan, misztikus életforma gyakorlói, propagálói, de saját életük is munkáján révén maguk is hozzájárultak az emberiség jövőjéhez. Nem csak vidéki, de majd városi kezdeményezésekkel is szeretnénk megismertetni a publikumot. Első előadó párosunk Fatér Barna és Cuhorka Kata, akik a gyapai életkertről fognak nekünk beszélni. Az előadásuk címe, akik kiszálltak a mókuskerékből. Egy pár szóban szeretném őket bemutatni. Cuhorka Kata 1991-ben végzett a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola közgazdász szakán. Rövid ideig konferencia szervezőként tevékenykedett, majd saját vállalkozásait vezette. Két gyermek édesanyja és 2011 óta él Gyapapusztán. Fatér Barna felsőfokú tanulmányait a képzőművészeti főiskolán végezte. 92-ben szerzett diplomát festő és tanárszakon. Rövid útkeresés után saját vállalkozásba kezdett, grafikai stúdiót vezetett és működtetett. Ő három gyermek édesapja és 2007 óta él Gyapapusztán. Övék a szó, köszönöm. Pillanat, valamit meg kell nyomnom. Aha, akkor cserélünk addig, jó? Köszönöm szépen a szót. Előre bocsátanám, hogy én még soha nem beszéltem ennyi ember előtt, úgyhogy ennek megfelelően fogadjátok a mi kis beszélgetésünket, mert beszélgetni viszont nagyon sokat szoktunk, és arra gondoltunk, mikor készültünk erre az előadásra, vagyis beszélgettünk róla, hogy mi lenne, ha itt is beszélgetnénk csupán csak, és semmiféle kinyilatkoztatást nem nincs szándékunkban tenni, hanem picit mesélni, illetve én feltennék kérdéseket a Barnának, és akkor ő majd válaszol rá. Nem is ismeri a kérdéseimet különben, úgyhogy lehet, hogy lesznek számára meglepetések. Azt is érzem kicsit, hogy ilyen sztereotípiaként ülünk itt, ezt gondolom értitek, hogy mit értek ez alatt, de sajnos hát ma így működik a világ, úgyhogy mi vállaljuk azt, amit mindenki pozitívan vagy negatívan gondol rólunk, mi tesszük a dolgunkat. Hoztam két gondolatot, mert ugye nincs új a nap alatt. Az egyik Goethe gondolata, hogy ne fogadj el semmit, még nem értetted meg, és ne utasíts el semmit, még nem értetted meg. Ez egy elég fontos gondolat, ami vezet bennünket. Illetve ugye sokat hallott Gandhi gondolat, hogy te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban. És akkor most jönnének a kérdéseim. Gondolkodtunk azon, hogy vajon miért lettünk mi meghívva ide? Úgyhogy Barna, miért lettünk mi meghívva ide? Szerinted miért vagyunk itt? Sziasztok! Hát gondolom azért, hogy körbejárjuk ezt a témát, és hogy itt az előbb elhangzott, hogy gyakorlati válaszokat adjunk, a cselekvő válaszokat az elméletiek után. Ebben nem biztos, hogy annyira jó választás volt az, hogy mi jöttünk ide, de az biztos, hogy gyakorlatilag nagyon sokat próbáljuk azt, hogy hogyan tud egy család, vagy egy ember, egy egyén hátat fordítani mondjuk annak a címben szereplő mókuskeréknek,
és hogyan próbálkozhat meg valami újjal, valami ismeretlennel. Nem biztos, hogy jók lesznek a válaszaim, azt előre bocsájtom. Ami így eszembe jut a dologról, azt mondom. Nem baj, ezek a te válaszaid, úgyhogy ezt mindenki érteni fogja. Mesélj egy picit, légy szíves arra, hogy hogy is élünk mi, mert nem biztos, hogy ez mindenki számára kiderült a bevezetőből, hogy mi, igen, és aztán jön a következő kérdésem. Tolnában élünk egy 2,5 hektáros területen, ez nem túl nagy, nem túl kicsi, tehát, aki itt tudja nagyjából, az 21 ezer négyzetméter, tehát szántani, vetni nem nagyon érdemes, paradicsomnak túl sok, szóval ez a pont, ezért nem is csinálunk igazából így ezzel semmit, így próbálkozunk kis mennyiségben családi szinten termelgetünk, ahogy éppen hát kedvünk tartja. Ez azért nem annyira jó, mert sokszor nem a kedvünk tartja, hanem muszáj kimenni, de azért igyekszünk összehangolni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy úgy megérezni azt, hogy hol van a határa annak, hogy ami túllép már azon, hogy ez már egy robotmunka, meg azért legyen is belőle valami eredmény, legyen egy kis paradicsom, legyen egy kis paprika, stb., ami éppen, mert nem mindig van paprika például, ezt én sem tudtam, hogy itt a Maharázs mondta, hogy mi is ott, minket is ott tanítgattak meg, tehát hogy én is Budapesten nőttem fel, a képzőművészeti tanulmányaim során abszolút nem került ez szóba, csak maximum, mint csendélet szinten a zöldség, vagy az ilyesmik, úgyhogy abból meg nem derült ki, hogy ez mi fán terem. Azt, ugye, hogy az egy gyümölcs például. Azt mondod, hogy teljesen tudatlanul kerültünk oda, ugye? Akkor ezek szerint. Hát ebben a témakörben igen, egyébként azért voltak dolgok, gondolataink. Igen. És nagyon ez a felelősségvállás, fenntarthatóság, ezek ilyen fontos szavak mostanában. Mi fenntarthatóan élünk, szerinted? Mesélj erről, légy szíves. Itt mindig azon gondolkozom el, hogy vajon mit jelentenek ezek a fogalmak. Tehát, hogy ilyen fogalmakban dobálózunk folyamatosan, de mi fenntarthatóak vagyunk-e. De azt sem tudom, mi az a fenntarthatóság. Azt szoktam látni, arra nagyon jó a vidéki létmény, erdő széli, erdő közepén lakunk, nincsenek. Szélén vagy a közepén? Mert... Hát a szélén is, meg a közepén is, tehát egy ilyen fura, majd eljöttök, és akkor meglátjátok. Ugye az ember ott van, és akkor így nem tud mit csinálni, és egy idő után, amikor rájössz, hogy az nem úgy van, hogy kitalálom, és akkor majd azt megcsinálom, hanem hogy így az életet folyamatosan felülírja mindig ezeket a terveket, az úgynevezett terveket. Itt lesznek az ágyások, és akkor másfél-két év múlva az ember rájön, hogy ott nem lesz ágyás, mert hiába szenvedek vele, mert nem úgy süt a nap, nem, ezer oka van annak. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy először meg kell ismerkedni a területtel, vesz egy területet, nem lehet kitalálni, hogy és akkor mit fogok ott csinálni, és mit fog termelni ezen a területen. Hát mit tudom én? Hát nem, azt sem tudom, hogy mit terem meg. Tehát, hogy az egy alapvető kérdés, szerintem, legalábbis én ezt tapasztaltam. Milyen növények figyelni kell. Itt ilyen típusú növények nőnek, akkor az ember megtapasztalja, hogy... És akkor mi ezeket csináltuk? Figyelsz, és akkor láttam, hogy mondjuk a madarak tényleg így szembe jöttek ezek az olvasott idézetek, hogy tényleg ezek a madarak, ezek így önfenntartóak, meg ezek a kis állatkák, de így teljesen jól el vannak. De jó, én adok nekik magokat, de ha nem adok, akkor ugyanúgy el vannak. Tehát, hogy köszönik szépen, baromi jó. De igazából az én örömömért, hogy oda jöjjenek közel hozzám, azért adok nekik magukat, nem azért, hogy életben marad, jövőre is legyen madár, tehát hogy ennek semmi értelme nincsen. Nyugodtan el is meg. Tehát úgy szokott, hogy elindítok egy gondolatot, és akkor holnap meg hazamegyünk, tehát látom, már csak 12 percet kell kibírnotok. Tehát, hogy az önfenntartás, az ember szerintem, emberiség, önfenntartás, ez nem létezik. Tehát amióta van itt valami a fejünkben,
nem tudunk önfenntartók lenni. Tehát nem tudjuk egyszerűen elengedni azt, hogy ez megtörténjen. Megtörténjen az önfenntartás. Tehát mindig ki akarjuk találni, hogy ennek hogy kell működnie. Azok a kis állatok még nem akarják kitalálni, hanem egyszerűen teszik. És ez gyönyörű. Tehát figyelni, az, és ezért nem tudom sose azt a választ, hogy miért nem lehet ezt Budapesten megcsinálni. Mindig mondják, hogy de hát azért nem kell lemenni vidékre. Szerintem se. Abszolút mindenki maradjon a városban. Nekem annál jobb, mert különben még tele leszek szomszédok, az megint ott vagyunk, ahol a part szakad. De nekem ez így nagyon klassz. Ott vagyunk vidéken, kis erdőnkben, megfigyeljük a izéket, az emberek meg maradjanak a városban, és ott okoskodják ki, hogy hogyan lesz majd megmentve a világ. Nem tudom, hogy meg lehet-e menteni a világot. Hozzánk szoktak jönni emberek, hogy hát nem tudom, hogy ezt mondják-e, de így ezt gondolják, hogy mentsük meg őket mondjuk valamitől. De én nem tudom megmenteni. Másnap reggel elmennek, amikor elkezdek valamit mondani, másnap reggel hazamennek. Tehát, hogy de hát, hogy el se kezdtük a dolgot. A pókhálós volt az ablak, azért mentek haza. Hát, hogy még csönd van, igen, hát itt nem lehet aludni, mert olyan madár csicsergés van reggel. Tehát csupa velős ok van arra, hogy ugyan menjünk van, tovább, jó? Jó, nem, ugyan van némi cinizmus a hangodban, ez nem helyes, de tényleg ezek megtörtént dolgok, hogy én azt gondolom erről, hogy meg lehet világosodni valószínűleg egy sötét szobában is, meggyúlhat a fény az ember fejében. Mindenkinek más lehet az útja. Azt viszont szintén gondolom, hogy egy természetes környezet nagyon sokat segít abban, amiről itt a létkérdés konferenciának a felvezetőjét, mikor olvastam, ott minden le van írva. Gondoltam is, hogy nekünk el se kell jönni, itt tök jól le van írva, hogy nem a fizikai megnyilvánulása a lényeg, hanem egyszerűen vissza kell ásnunk valahova, és ott megtalálunk valamiféle választ. És nekem például az, hogy itt élünk, nagyon sokat segített. Mindig elmondom, hogy én faluban sem biztos, hogy tudnék élni, egy kisvárosban sem tudnék élni, mert annak olyan közösségi feltételei vannak, amire lehet, hogy én teljesen alkalmatlan vagyok. Budapesten nagyon szerettem élni, meg volt az a kis millió, ahol mi mozogtunk, de itt most még sokkal jobban szeretek élni, de ez az én utam, tehát erről senkit nem győznék meg, de fontosnak tartottam elmondani, hogy a természetes környezet, tényleg az, hogy ott hagyjuk, hogy nőjenek a növények, nem feltétlenül gyomlálunk, tényleg csak amit nagyon muszáj, azt csinálunk meg, és ez biztosítja számunkra a környezetet, meg a családunknak is. Kérdezzek? Mert akkor ehhez kapcsolódik az a kérdésem, hogy a fizikaiság és a lelkiség számodra mit jelentenek ennek a konferenciának, a témájának ahhoz kapcsolódva. Tehát, hogy mennyit teszel ebben a környezetben, ami a döntésed alapján választottál, és mi a lelki vonatkozása ennek? Hát sokáig úgy éltem az életemet, hogy ez egy fizikai lét, és csomó lelki dolog volt, amiről nem tudtam. Aztán egy csomó minden megváltozott bennem. Most abban vagyok bizonytalan, hogy létezik ez a fizikai ügy, ugye mindenféleket mondanak, hogy ezért csak egy ilyen maja, meg mit tudom. Fogalmam sincs, tehát hogy ilyeneken egy ideig gondolkozik az ember, aztán fölrobban az agya, és akkor így megpróbál kivászorogni a konyhába, és csinálni valami ennivaló, vegetáriánusok vagyunk. Tehát a vegetáriánusok vagyunk, lelkiség. Évekig győzködtek arról, hogy legyek vegetáriánus, mert, és iszonyú sok mindent el tudtak mondani, amit rögtön megijedtem, és elmentem gyorsan enni egy hamburgert. Aztán itt lent éltem már talán egy ideje, egy fél éve, és egyszer reggel fölébredtem, és arra ébredtem, hogy vegetáriánus vagyok. És ez így történt. Tehát, hogy egy picit se gondolkoztam el rajta, hanem egyszerűen
megérintett ez a dolog. Tehát fogalmam sincs, hogy mi történt, de hogy ez egy lelki dolog, nem tudom, azt éreztem, hogy igen. Tehát, hogy eleve, hogy oda kerültünk erre a helyre, az is olyan lelki vezérelt volt. Tehát elkezdtük ezt érezni, hogy van itt valami túl ezen a fizikai síkon. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy szerintem ez így létezik, és fontos. Fontos, nagyon fontos például ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk így földanya szinten, hogy mi ez, meg ez lelkiség nélkül szerintem nagyon nehéz. Tehát, hogy ezek a fizikai megoldások szerintem önmagukban a magam lát. Társát mondom, szerintem nem lehet. Tehát, hogy nehéz így elhatározni magunkat, hogy most akkor váltsuk meg a világot, de miért is? Tehát, hogy ez amikor el akarják magyarázni, hogy mi, de szerintem nem lehet. Hanem ezt most vagy átéljük, megérint minket ez a dolog, és ez egy lelki út. Tehát ez fizikai úton, hogy most a politikusok, vagy mit várunk tőlük? Bocsánat. Csak lett egy gondolatom közben. Nem lőlek. A lelkisíkkal, hogy számomra is fontos, hogy a területet, ahol dolgozunk, mert végül is azért van zöldséges kertünk, van néhány bárányunk, hogy lelegeljék a füvet, amit ugye nem kaszálunk, mert hogy szerintünk rossz benzinnel kaszálni, de ez a mi ügyünk, tehát... De nem az életek bárányaink, hanem azért, mert a szomszédban ikres szüléseknél agyonvágják egy lapáttal a kis bárányt, hogy az anya bárány nem tud kettőt föl, de mert nincs kecske, vagy mit, túl sok van, puf, agyon csapják, és akkor mondtuk, hogy ez így működik, ez nem jó, hát adják nekünk azt a kis bárányt, majd cuclival felneveljük, ez így történt, ez van belőle. Meghalt egy pár egyébként, volt 4-5, mit tudom, 2, széttépte valamit, tehát hogy történnek a dolgok, és akkor az első időben ez így könnyeket hullat, aztán rájön, hogy ez a természet dolga, tehát hogy ez történt, és most is van 3 bárányunk, rágják a füvet, meg egy csomó minden mást is egyébként. Nem... Meg a rózsáimat, igen. De ez is olyan szép, hogy az ember így már tudomásul veszi, hogy igen, kint vannak a bárányok, én szeretem, ha szabadon vannak nálunk, minden állat szabadon van. És így eljut az ember ez a megértéshez, hogy jut is, marad is. És akkor itt a következő kérdésem, hogy ez a jut is, marad is, hogy tulajdonképpen mennyi, mire van szüksége az embernek, hogy te ezt hogy látod? Mert én úgy látom, hogy erősen túlléptük a határainkat. Te hogy látod? Mi ketten vagy? Nem, ugye most az emberiségre. Aha. Van ez a think globally, act locally mondat, ez a gondolkodjunk globálisan és helyi módon cselekedjünk, hogy ez is kapcsolódik. Hát, én tudom, hogy kell globálisan gondolkozni. Azt sem tudom, hogy én nekem hogy kéne gondolkodnom, de csak úgytól gondolkodni, ahol éppen ülök, arról tudok gondolkodni, át szoktam gondolni a dolgokat nagyjából. Azt vettem észre, hogy mondjuk én nagyjából 10 éve döntöttem úgy, hogy hátat fordítok annak a pénzkeresős cuccnak, és azóta gyakorlatilag nem dolgozom, nem keresek pénzt ilyen értelemben, persze egy csomó mindent csinálok. És az biztos, hogy azóta is itt vagyok, meg jól vagyok. Szerintem nagyon kevés dologra van szüksége az embernek. Azt szoktuk mondani, hogy abból élünk, amit nem veszünk meg. Elképesztő módon meg lehet élni abból, hogy az ember nem veszi meg, amiket megvenne. És csak arra költ, amire tényleg szüksége van. És hogyha ezt mindig fölteszem magamnak, hogy erre szükségem, már rég nem teszem föl ezt a kérdést, mert tudom, hogy semmire nincs szükség. Tehát szinte alig van szükségem bármire. Tehát ez nagyon nehéz dolog elmondani. Ezt tényleg ki kell próbálni. Tehát, hogy rengetegen vannak a világban, akik egyébként ezt élik, hogy egyszerűen a dolgok azok, nem azért, mert nem vagyok, mint egy kis madár, de tényleg, meg hogy olyan kevés kell nekem,
hanem valahogy megteremtődik. Nem tudom, hogy mi a folyamata ennek a dolognak, hogy ez most egy transzcendens ügy, vagy fogalmam sincs, hogy hogy működik, de az biztos, hogy nekem az nagyon jó, hogy én ebben hiszek. Tehát, hogy nagyon, nagyon felemel az az érzés, hogy rám figyelnek, vagy ott vagyok, vagy hogy nem tudom, tehát, hogy fontosabb vagyok annál, mint hogy ilyen halljak, vagy ne legyen cipőm, vagy ne legyen nadrágom. Valahogy mindig adódik, mindig van egy. És én is rengeteget adok másoknak azt, amit tudok adni. És szerintem ez egy nagyon jó cserekereskedelem, vagy nem tudom. Akkor, ha összefoglalom, amit eddig mondtál, minden úgy van, ahogy lennie kell. Tehát ez a karma dologra szeretnék rákérdezni. Azt megint nem tudom ezeket a dolgokat, de hogy igen, vannak ilyen szavak, amiket használunk, aztán tönkretesszük őket, meg itt a természet, meg mindenféle, hogy hát biztos, hogy úgy van, ahogy lennie kell. Tehát, hogy egyszerűen nem tud máshogy lenni, csak úgy. Tehát én szerintem a világ az pont a helyén van. Tehát, hogyha most előrébb mennénk, akkor lehet, hogy azt látnánk, hogy az emberiség éppen tök rendbe rakott mindent. Aztán megint egy kicsit tekernénk rajta, akkor azt látnánk, hogy tönkrement a világ. És egyszerűen lehet, hogy most megmentjük ma a világot, és holnap meg jön egy meteor, és kipusztítja az emberiséget. Mit tudod? Fogalmunk sincs ezekre a dolgokra. Tehát, hogy én azt érzem, hogy ha egyszerűen hagyom, hogy megtörténjenek a dolgok, hagyom, hogy azt csináljam, ami a dolgom, hogyha meg tudom fejteni a dolgomat, ha át tudom adni magamat a dolgomnak, akkor a helyemen vagyok, és akkor jól érezem magam. Nem is tudom, tehát nem attól, mert sikerült, tehát nincsen értelme sikerélményem, hanem az a dolog tesz boldoggá, hogy itt vagyok és csinálom. Tehát, hogy egyszerűen megtettem azt, hogy ami szükséges, hogy szerintem az emberek nagy többsége megteszi ezt. Tehát, hogy mindenki a helyén van, köszönjük szépen, a természet jól van, a világ nem fog kihalni, megy tovább minden. Úgyhogy szerintem fontos, hogy jól érezzük magunkat, és ne rettegjünk állandóan. Köszönöm. Akkor elmondom még egyszer a bevezető Goethei gondolatot. Ne fogadj el semmit, még nem ismerted meg, és ne tagadj meg semmit, még nem ismerted meg. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a türelmet.